csinál ez a figura, ez a lény, ez a jóságos télapó? Hát ugye pont decemberben, amikor a fényt várjuk, a befelé fordulás ideje, a fényvárás ideje, és akkor van egy olyan ünnep, ahol igaz, hogy a gyerekeket látogatja meg, de nem csak igaz, a gyerekeket. Igaz, hogy a gyerekeket. Vajon miért? Csak, hát a tiszta lelkűség. Hát mit mond Jézus Krisztus? Milyenek legyetek? Tiszták. Mint a gyermekek. Mint a gyermekek. Ha nem vagytok, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, bizony nem mentek be a mennyeknek országába. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erősen szimbolikus dolog, hogy a gyerekekhez jön, és a jó gyerekeket megajándékozza. Tehát olyan sok minden van sűrítve télapóban. Még a rosszakat is. És még a rosszakat is. A rosszaknak rosszakkal elbeszélget. Igen. És azt mondja, hogy remélem, ugye, hogy ki tudod javítani, ugye meg tudsz változni, tehát egy tiszta pszichoterápiát is végez vele, megbocsájt, megsimogatja, és hüppög velmek, és mindent megígérnek a télapónak. És leveleket írnak, és nagyon sok gyerek valóban képes megváltozni, tudom, mikor az enyémek kicsik voltak az óvodába, azért, hogy legközelebb ez a jóságos télapó már őt is, a jó gyerekek listájára írja. Tehát ez valami csodálatos dolog, ez nekünk, felnőtteknek szól. Figyeljünk oda erre az egész télapó gyerek kapcsolatra egyébként. Igen. És még ami jellemző, és amit ugye próbálunk mi boncolgatni, az a fehér ruha, hogy érdekes módon mindenhol a világon, ahol megjelenik valami tanító, teljesen mindegy, mindig fehér ruhában jár, ami jó, azt mondják, hogy köthető most így télapó kapcsán az északi, a hóhoz, az északi sorkörhöz, ahhoz. De nem ahhoz köthető, hanem a naphoz. És ugye az északi sark, hogy visszaugorjunk az északi sarkra, régen ugye Hyperborea területen Igen. volt. Hát ugye ez egy nagyon érdekes hely, mai napig nagyon sokat vitatkoznak, hogy pontosan hol volt, és szerintem valóban nehéz megállapítani, mert itt azért voltak pólusváltások, meg hogy a mágneses pólus hol volt, a földtengelye hol volt, tehát ez lehet, hogy egy mozgó terület. Igen. Tehát lehet, hogy például milyen érdekes dolog, például egy mágneses erőtérhez kötött ez a Hyperborea. Tehát ez egy állandó északi sark, idézőjelbe, ami egy nagyon különleges erőtér. És ugye itt az északi sark, ahol az a csodálatos északi sarki fény van, és kizárólag ott van, ezt most is fejtegetik, vannak rá elméletek, de hát ehhez hihetetlen legendák kötődnek magához az északi sarkhoz. Sőt, az interneten keringenek olyan levelek, ahogy a belső földhöz, ugye a déli meg az északi sarkon lehet még bejutni, Igen. ott a két bejárata még a belső földhöz, úgyhogy már is elérkeztünk a... De leginkább különleges az északi valamiért, még nem tudják egyelőre, hogy miért, de nagyon sokáig nem is engedtek repülőket, meg talán most sem engednek repülőt átrepülni a sarkör felett mindenféle, nem tudom én, mire hivatkozással, hát leginkább lehet, hogy azért, hogy ne lássuk, hogy mi van ott, tehát ugye az elmélet, vagyis idézőjelben, nagy idézőjelben a legendák ugye azt mondják, hogy ott egy, ahogy mondtad, egy nyílás van, egy bejárat van, és vannak ilyen fotók is, hogy valóban ott lehet látni egy ilyen kis nagyon-nagyon aranyos kerek lyukat, és ugye Burt kapitány is, az amerikai haditengerészet egyik pilótája, állítólag a kétszer is, talán 20-as vagy a 40-es években, ebben nem vagyok biztos, állítólag berepült, és erről feljegyzések vannak, és nem tudom mennyi ideig ott tartózkodott a belső földbe, ezt most így felejtsük el, engedjük el, maradjunk az ősi tudásnál, a hitvilágnál, őseink regényénél, a szokásoknál, mert ugye azt ugye nem kell már itt önöknek, akik ezt a műsort hallgatják, azt nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy nem zörög a haraszt. Tehát ezek a mesék, legendák, népszokások, ezek nagyon-nagyon valós, nagyon-nagyon valós tudásnak az emészthető, és életben tartó, leképzett változatai, mesék formájában. És hát akkor nézzük, hogy milyen mesét kaptam én az égiektől. Igen.
ami pont ide vág, ugye, hogy ez a piros ruha nem olyan régen van a Mikuláson, nagyon sokáig, tehát ez valóban tradícióba visszakövethető fehér ruhás volt. Hát egy picit, amíg hallgatjuk itt a felolvasást, addig gondolkodjunk, hogy kik a fehér ruhások, hány szent könyvben megvan említve, még a Bibliában is, hogy a szentek ugye fehér ruhában, nagyon sok helyen, egész a Jelenések könyvéig, fehér ruhát kapnak azok a lelkek, akik várakoznak egy változásra, vagy hogy beléphessenek. Most a perui papnőből fogok felolvasni, aki szeretné nyomon követni. Lehet, hogy egy picit hosszúnak találják a felolvasásokat, de szükségesek ezek, hogy ráhangolódjunk, és abban maradtunk, hogy ha azzal a 8-10 perccel, ameddig a felolvasás tart, addig kikönyörögtük nagy nehezen, hogy esetleg annyival hosszabb lehessen ez az egy óra, tehát nem veszünk el senkinek a értékes egy órájából ezzel, ne sajnálják erre az időt, hanem akár becsukott szemmel hallgassák, mert ezek áthangolnak minket. A 121. oldaltól fogok olvasni, hogyha valaki követné, kihagyok részeket, pontosan a rövidítés véget, csak a legszükségesebbeket olvasom. Ez az a rész, akinek esetleg nincs ott a könyve, de vissza tud esetleg emlékezni, mikor Éva úgymond tudatmódosult állapotban lemegy ismét a belső földbe, Nergállal találkozik, ismét a kristálykönyvtárban vannak, és Nergáltól ott egy nagyon komoly tanítást, vagyis beavatást kap. Tehát ennek a történetnek a közepébe fogunk belevágni most. Hogy élhettek ti a föld alatt? Mi az a belső föld? Az alvilág? Kérdezte Éva. Hát attól függ, melyik alvilágra érted. Én nem foglalkoznék azzal a fajta alvilággal, amit pokolnak állítottak be. De nem is az az alvilág, ahol a halottak lelkei vannak. Mert hogy az élet annyira örök, hogy a léleknek teljesen mindegy, hol van. A lélek nem várakozik akkor sem, ha nincs földi testben, hanem él. Éli éppen valamilyen formában tovább az életet. Ti csak innen e beszűkült földi élet szemszögéből vélitek úgy, hogy az innen eltávozott lélek valahol kószál, kínlódik, várakozik, hogy újra leszülessen. Szó sincs erről. A lélek, mivel örök, más létformájában nagyon is aktív. Nyüzsgő világ van a földin túl is, ahogy azt már te is kezded megtapasztalni. Nos, ez az alsó világ, vagyis a belső föld, ahová megyünk, és ami az én birodalmam, az egy valóságosan is létező világ a föld belsejében. A mi világunk azonban nem csupán háromdimenziós, sokkal több. De sok része meglátható és megfogható a harmadik dimenzióban is, ahol a földi emberek nagy része él. Javarészt azonban egy finomabb rezgés tartományban létezünk, térben sokszor közel a föld magjához. Ennek a magnak ugyanis igen különleges rezgése van, ami a föld semmelyik más részén nem található meg. Ahogy a neve mutatja, ez a föld magja, őssejtje, ami köré megszilárdult a fizikai föld. Ez egy kristályszerkezetű, vashoz hasonlatos, de nem vasmag. Ez a mi belső napunk. És miért olyan különleges ez az anyag? Miért nincs több ilyen a földben? Mert egy másik naprendszerből származik. A Föld azért különleges, mert nem itt, ebben a naprendszerben alakult ki, mint a legtöbb bolygó és csillag. Egy másik, 8 főbolygóból álló naprendszerben született, de kivált onnan, és ehhez a naprendszerhez csatlakozott. Ezért a magjában hordozza az anyabolygó szerkezetét, és ezt a bolygót ti ismeritek. Megtalálható ősi feljegyzésekben, mítoszokban, de még az özönvíz utáni meg annyi kultúrában is számon tartották jelét, a nyolcágú csillagot. A Nibiru, kiáltotta Éva. Ti ebben a naprendszerben így hívjátok, mert egy másik bolygórendszer naperejét képviseli, és azt hozza el ide. Nibiru naperő.
ezt a nevet kapta itt, és mi boldogan elfogadtuk, hisz tényleg ezt jelenti, nem csak számotokra. Ő tartja a kapcsolatot köztetek és a régi nap között az előző két naprendszerből. Sokan élnek a belső földön? Igen. És kik ők? Emberek? Nem. Embernek csak azokat nevezhetjük, akik földi sorsot vettek fel. Ez nagyon sok egyéni okból lehetséges. Nem mindenki vett magára emberi sorsot azok közül, akiknek látszólag emberteste van. Hogy jobban megértsd, itt, a belső világban túl közel vagyunk a Nibiru őssejtjéhez, tehát egész szabályrendszerünk, gondolkodásunk, képességeink a Nibiru beli életnek felelnek meg. Mi most nem a saját sorsunk miatt élünk itt, hanem kizárólag segítőkként, illetve vannak, akik csak megfigyelőkként, átutazókként. Viszont nektek a vállalt földi sors megéléséhez a földfelszínre kellett költöznötök, mert a föld saját vibrációjával ott töltekezhettetek fel. Akkor veletek soha nem is éltek emberek? Ez nem könnyű kérdés, igenis, meg nem is. Voltak, akik közülünk származnak, de valamilyen okból úgy döntöttek, hogy földi sorsot vállalnak magukra. Ilyen voltál például te is. De nem vagytok túl sokan. Sok helyről származtok, sokféle genetikát hordoztok magatokban. A közös bennetek, hogy valamilyen okból és céllal meg kell tapasztalnotok a földi sorsot, létezést. Ehhez különleges vibrációt, kódot kapott a szellemi génetek, így váltatok földanya gyermekeivé is. Ez egy kettős élet, hisz nem törlődött teljesen az eredeti származásotok, így valamennyire mindig különböztetek a valódi emberektől, akiknek csak és kizárólag földi DNS-ük van. De a vállalt földi sorsotok miatt végső soron emberré váltatok. Éva, ez nagyon összetett kérdés. Valahogy úgy mondhatjuk, hogy minden ember kozmikus lény, testvér, de nem minden kozmikus testvér ember. Nem tudom, érthető-e. A felszínen már nem érezni a Nibiru rezgéseit? Bár nem akarjuk kiiktatni, de erősen árnyékoljuk. Így egy-két földi pont kivételével igen csekély mértékben érzitek. Na sejtem, milyen pontokról lehet szó. A piramisok, barlangok. Ez így elnagyolt. Kérdezd Jeszevet és Vince atyát. Jeszev elmagyarázza majd neked az időkapukat. Ez az a kapu, amin te is átléptél. Ez az átlépés a föld bizonyos pontjain szinte elkerülhetetlen, ha az illető tudata már lehetővé teszi. Azért időkapuk, mert az idő nem mennyiség, hanem minőségi állapot. Vince atya pedig elmeséli neked, mi is volt a pálosok legjelentősebb feladata, ami igencsak szoros kapcsolatban van a belső földdel. Ők voltak az összekötők a két világ között. Az átjárók, vagyis a kapuk némelyike fizikai, de javarészt tudati átjáróink vannak. A fizikai kapukon való rendszeres átlépéshez komoly testi kondíció is szükséges. Ezért volt a pálosok között sok lugal, vagyis hatalmas ember, hatalmas szellemben és erős testben. Hát, nem is tudom, hol kezdjük. Hát kezdhetjük, ki volt Nergál? Mi a belső föld? Mi az, hogy alvilág? Kezdjük a téveszmék gyors kiiktatásával, nagyon gyorsan. Mi nem az alvilág? Hát nem a holtak földje, nem ahol a holtak tartózkodnak. Hát egyrészt azért, mert a legtöbb kultúrában, pont egyébként a zsidóknál, ugye, akik itt szoktak hivatkozni, tehát a kereszténység mondja azt, hogy a zsidó holtak. Kereszténység, igen. Hogy az a holtak birodalma, hát egyrészt testeket sem temettek oda, mert speciál ott pont szikla sírokba temetkeztek föld felett. Érdekességnek mondom, hogy egész Dél-Amerikában például épített betonsírok vannak, több emeletesek, tehát felejtsük el, ez nem egy természetes dolog, nem egy automatikus dolog a földön, hogy igen, hogy vannak itt sokan körülöttünk, hogy a föld alá temetkezünk. Nem is a pokol, mert hogy? A pokol mi? Megint csak a kereszténység maga mondja,
hogy a pokol az a tűz tava. Sehol nem mondja, hogy az valahol a föld belsejében van. Márpedig valami van a föld belsejében, mert én most akkor gyorsan felolvasom, hogy a föld belsejében még a Biblia szerint is élnek, de már kizártuk, hogy nem halottak, mert a halottak teste sincsot, a halottak lelke sincsot, nem is a pokol, kik élnek a Biblia szerint a földben. Ezt Pál apostol leveléből fogom olvasni a Filippiekhez, a 2. fejezet 5. résztől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Itt most ketté veszem, mindjárt folytatom, csak itt el kell, hogy mondjam, mert túl sok szálat fogunk nem elvarni, ahogy látom. Ezt a részre emlékezzünk, meg gondoljunk bele akár most is, hogy ez a jellembeliség, tehát kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá tett, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, tehát ez egy jellemrajz. Ezt a jellemrajzot meg fogjuk beszélni a télapó kapcsán, aki a belső földi összekötő, és aki mindig egy példamutatás nekünk, ugye? Hát Krisztus egész feladata, küldetése, az más sem volt, mint egy óriási jelként, követendő példa, végig erről beszélt. Ha van hitetek, ha hisztek bennem, és ha követtek engem, nem, hogy azt meg tudjátok tenni, amit én, amiben azért érdekes dolgok voltak a halottak feltámasztásaik, hanem még nagyobb dolgokat is. Tehát, ha róla beszélünk, akkor az nekünk egy feladat, hogy ilyennek kell lenni. Tehát, folytatva, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, figyelem, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Én tanultam keresztény teológiát, itt is van ez egy magyarázattal ellátott Biblia, de lehet nyugodtan kutakodni, én azt szeretném egyébként elindítani mindenkinek a szívében és a fejében, hogy saját maga járjon utána és ássa ki ezeket a dolgokat, mert itt semmit nem kell elhinni abból, amit mi mondunk, ez a mi saját kutatásunk, amit megosztunk, és mindenkinek tessék ezt végig szenvednie magának, de nem nagyon fog, aki talál, jelentkezzen nálam, én 10 év alatt nem találtam a keresztény dogmatikában, nem tudják megmagyarázni, mint ahogy az se, hogy mikor Jézus meghalt, és 3 napig a halálától a feltámadásig az volt, hogy és elment a börtönben lévő lelkeknek prédikált, azt se tudják megmagyarázni, hogy mi az, hogy börtön, mik azok a lelkek, mert ugye az ő tanításuk szerint csak itt egyszer élünk, és csak itt van neked alkalmad megtérni, hát ha már nem vagy itt, akkor mi a csodának menne Jézus valahova, ami nem itt van, örömüzenettel, vagy bármilyen feladattal, vagy munkával, vagy csak úgy együtt lenni valakikkel. Tehát itt azt se tudják megmagyarázni, ez egy arra volt egy példa, és ez sem, hogy kik élnek a föld alatt. De együtt vagyunk, tehát a lényeg az, hogy ez a 3 szint, tehát nekünk földieknek, földlakóknak valamiért, a mennyel, a földön keresztül, a belső földdel kell kapcsolatot tartanunk. Tehát ez a kapcsolattartás volt a perui papnéből olvasott idézet szerint többek között a fehér ruhások, a pálosok feladata, és minden szent küldött, aki fehér ruhába jön, az krisztusi munkaként jár az emberek között, és ez az ősi télapó is,
fehér ruhában, a gyanús északi sarkról, mágneses pólusból, rénszarva szánon, ami lehet a sámán és táltos utazó paripája, lehet jármű, de hogy az égen jött, nem normális úton, nem kimászott a lukból és jött el, az egészen biztos, és egyébként hát földön túli képességei vannak a télapónak, ahogy egy nap alatt bejárja a földet, és minden egyes gyerekre van ideje, tehát itt a téridő az teljesen megbillen, és a gyermeki lelkület elhiszi. Na, itt van egy nagy üzenet nekünk, hát, hogy nekünk is milyen kellene élnünk. Amiben tehát annyira egyszerű lenne, a gyerekeinket kéne nézni, és olyannak kéne lenni. Hát a belső föld, a belső világunk. Milyen a mi belső világunk? Igen, itt még volt egy pár dolog, amikor olvastam az idézetet. Nem tudom, te nem, én így gondolatban nem akartam írni, de lehet, hogy kellett volna jegyzetelni, hogy mihez akarok visszatérni. Lehet, hogy eszembe fog jutni. Hát egyrészt a belső földhöz akartunk visszatérni. Hát ahhoz mindenképpen, igen. Mert ugye már említettük, hogy az alvilág, és ugye Nergál. Igen. A Nergál a kiemelt témák, aki kapcsolódik ez a télapóhoz, vagy egyik megjelenési formájához. Hiszen ki volt Nergál? Az első kérdés, ugye egy sumér is. Isten, sumér is. Azt, hogy utána átvették az akkádok, és az utána következő hattusok, hattiták, Hikszoszok, akik vagy gutiak, a guti nép, igen, mint gut városának, meg a gut népnek a... Figyelem, most bonyolítjuk tovább a dolgokat. Mint a guti népnek a védő isten. Szokták a napisten megjelenését. Hát az egy, bizonyám. És ez a legnagyobb tévhit, mikor annak idején én nekem, hát ugye ez nem titok, égiek segítségével írom ezeket, nem pedig, tehát ezt nem lehet így összeszedni, és Nergál, mikor bemutatkozott, nekem őt le kellett írni, és nagyon sokan kérdezték, hogy de miért Nergál? Én akkor semmit nem tudtam, tehát én mindig utána kellett, hogy gyorsan nézzek, és akkor végre megtaláltuk, és a második könyvbe jegyzetként, itt a jegyzékbe be is írtuk, hogy ki Nergál, hogy jaj, megtaláltuk egy sumér agyaktáblán, ősi mezopotámiai agyaktáblán, dr. Gyárfás Ágnes jegyzetében, és másnap ment a nyomdába a könyv, barátnőm beolvasta, még be tudtuk írni, tehát ennyire már kész volt a könyv, még mindig nem tudtuk, hogy ki Nergál. Szoktak ilyet mondani, hogy az alvilág megint ilyen, ugye az alvilág, a holtak, a pusztítás, tehát ami igen, rárakódik, tehát ez épp olyan, mint hogy Coca-Colás a télapó, tehát mindennel le van ütve, öntve, sziruppal, mázzal, mindennel leöntötték, direkt, elsősorban meg nem direkt, hogy már véletlenül se tudjuk kibogozni, hogy ki volt Nergál, ő az önmagát, tehát az önmagát szabályozó nap, Nergál a napnak, a napságnak, az a csodálatos periódusa, vagy energiaminősége, létállapota, minőségi állapota. Ugye a nap, tehát minden ciklikusság. Mondjuk úgy, hogy most Nergált várjuk, tehát hogy amikor ő visszavonul, és mi nekünk várni kell, tehát a nap, az hol lebukik, hol felbukik. A föld egyik részén sötétség van, ott van Nergál. De ő ott van, attól, hogy mi nem látjuk. Igen. Tehát ezért van, ő tökéletesen működik, csak egy másik világban. És amikor ő előbukkan, akkor látjuk, aztán nincs Nergál. Tehát a nap is önmagát kell, azt gondolom, nem tudom, te hogy látod, szabály, amikor én annyira mindenható vagyok, hogy képes vagyok kivonni magam, megüresíteni magam, tehát a mindenhatóság, az istenség, az pontosan ezt jelenti, hogy nincs megjelenési, működési kényszer alatt aktív. Tehát ezt mi azt hiszem most belebonyolódhatunk, de nem nagyon tudjuk felfogni, hogy milyen az, amikor kivonom magam. És amikor ezt kívánja meg a kozmikus állapot, akkor ő kívánja magát. Ilyennek, ekkor ismerjük ne
tergált leginkább, talán. Ez a legismertebb formája egyébként. Hát, és innen van a bekeverés, hogy ő az alvilág, meg a nem tudom minek az hát ura. Ezért érdekes, hogy ez az alvilág, mert hát meg az lehet az találni, hogy az ő alvilági kezdete egy barlanghoz kapcsolódik, ami tényleg egy érdekes mitosz, hogy egy barlanghoz, és hogy jön össze a nap. Tehát én ezeket mind nem tudtam. Tehát ez nem kellemetlen. Ennek a barlangnak a neve az Irkallia, vagy Irkalla, vagy Aralu. Érdekes ennek a barlangnak a neve. És hogy a nap, ez a belső nap, lehet, hogy energál a belső nap? Szóval amit mi ezért mondtam, hogy amikor a ciklikusságban ő van, de mi nem látjuk. Tehát ugye nálunk mindig úgy jelennek, bocsánat, már mindjárt adjok neked szót, hogy embercentrikusan születnek a vallások, a tudások. Igen. Tehát mi nem az Istent a teljességébe ítéljük meg, hanem amit képesek vagyunk leképezni, amikor számunkra érzékelhetően megnyilvánul. Tehát itt vannak mindig a tévedések, hogy mi van, hogy a felét érzékeljük a teljességnek, hiszen a fél elemben létezünk mindaddig, amíg ugye át nem alakulunk. Igen. És kínált, ez a lényeg. Amíg ebből emberállapotban vagyunk, és a DNS-ünk, ugye itt az első részben a felolvasásnak, ez az egész örömüzenet, ez a kereszténységben az újjászületés, az Isten gén, ami az első könyvben van, ez egy nagyon-nagyon valóságos, működő szellemi gén. Ugye a szüleinktől kapjuk a testi gént, Istentől a mennyei gént, és ez kezd minket átalakítani, és onnantól kezdve rájövünk, hogy mi eddig csak a felét láttuk. Bizony. És sőt, akkor... sőt, annyira, hogy ugye a napnak sokkal több minősége van, megjelenési formája. Ugye van a fizikai napunk. Igen, tehát, hogy a napszakértő. Ugye a fizikai napunk, ami az első Kepler törvénye szerint ugye az első gyújtópont, de van egy második gyújtópont, az pedig a szellemi nap, amit ugye holdnak, vagy babbának, vagy bálnak is szoktak mondani. Ő a babba, a boldogasszony, Bau, és van a belső. A napba öltözött asszony? Igen, a második, ugye a szellemi. Ezzel ami se nem tudnak látható. Mit keresni, ez is annyira el van feldítve, hogy a planétákat mindenáron be akarják tuszkolni, hogy ez a fiú planéta, hímelvű, az a lány planéta, a nőelvű, a föld, a hold, ez. Holott ez egyáltalán nem így volt a legősibb tanításokban, és itt van a kavar, hogy miért tartotta az a kultúra, az a nép a holdat pont férfinak? Hát rengeteg volt. A holdura. Tehát ez itt valami legújabb kori ezotérikus tévhit, hogy a nap az férfi, a hold meg a nő. Igen, de nem lehetnek egyenrangúak, hiszen hogyha megnézzük magát a világfát, ne térjünk el annyira, hogy a témától, csak egy rövid... Pedig a fáról kell beszélnünk egyébként, hogy maga a világfa, ami 9 ágú, és hogy az alatt elmegy a nap is, meg a hold is. Hát a mi földi holdunk nem mehet el alatta, mert nem egyenrangú úgy a nappal, hogy ott eddig leérjen. Szóval na, az a lényeg, hogy a második... Hát, belemehetnénk, hogy nem is hold, hanem Vénusz, tehát ezt most tényleg hagyjuk, nap, hogy melyik planétához régen milyen erőket kötöttek, mert az nem egészen úgy van, ahogy azt ma populárisan tanítják. Tehát maradjunk ebben. Annál, hogy Nergál, belső nap, mármint a föld magja, köthető hozzá barlang a sumér mitológiában is, és még ami a sumér mitológiát vesszük, mint alátámasztási alapot, hogy ugye a déli nap, amikor a legjobban fönt van a nap, és a téli napforduló köthető ugye Nergálhoz, mint napistenhez, akkor nevezték, vagy volt a legjelentősebb, mint napisten szerepe. És ugye pont amikor a legaktívabb a nap, de lehet, hogy ezek mind rejtett megjelenési formák, mert hát a belső mag is, mint belső nap funkcionál, biztos annak is van egy működési elve, ami összeköthető ugye az új Krisztushálóval, vagy kristályhálóval, ami fölöttünk van, és akkor itt... Igen, itt most egy kicsit lazítsunk, és addig elmondanám, amíg szusszan mindenki, és mi is, hogy csodálatos volt megtalálnom egy régészeti kutatás eredményét. Tiwanaku, hát aki olvasta a könyveket, vagy jár az előadásaimra, az nagyon jól tudja, hogy a szívem csücske.
Titikaka tó partján ez a misztikus és a világon egyedülálló, úgymond rom van, ma már csak romokat látunk, ugye Éváék is a Tiwanaku-nál lépnek ki a belső földből, és aztán másodszor ő ott is megy le a földbe. Tiwanaku-nál kiástak 2004-ben egy nagy cseréptálat, ez a honlapomon is fent van, amin négyféle írás volt, az egyik írás az pont úgy néz ki, mint az úgymond akkádírás, van rajta, most én nem akarok belemenni, hogy milyen fajta írások, hogy hieroglifák, vagy van-e rovás, négyféle nyelv van, ezt én odaadtam több kutatóknak, ők mondták. Lényeg az, hogy ez az amerikai régész csoport, aki ezt a tálat elkezdte megfejteni, visszavezette a hettitákhoz, Mezopotámiába, és ez van odaírva, hogy akiknek, tehát nem is vág oda ebbe a szöveg, akiknek az istene Nergál volt. Tehát Tiwanakubon van a tál, hettitákhoz vezetik vissza, és egyébként most olvastam, hát ez a mostani kutatásom, tehát ez egy friss újdonság számomra is, egy brazil kutatónő anyagában, hogy hettiták éltek Brazíliában. Tehát ezt itt most elvarjuk tényleg, de azért itt tartsuk ott fejben, hogy miről is szól még többek között az a három könyv. Tehát a kozmikus eredet plusz a történelmi földi népeknek a kataklizmák utáni szétáramlása a földről, hiszen pont Nergál király volt az, ugye, aki a 24 csoportot, vagy netán törzset, most mindegy, hogy nevezzük, ellátta utasításokkal, hogy az óhazai, ha tetszik, mui vagy ataiszi, és a Dél-Amerikában is még megtartott ősi szokásokat, vigyék, őrizzék, varják a ruhájukra, őrizzék a népzenében. Tehát egészen hátborzongató volt nekem ezt a régészeti leletet olvasni, hogy fizikai szinten előbb-utóbb minden ide kerül a kezünkbe, hogy össze van kötve, itt volt Nergál, és ez mind csak így jött, és utólag jönnek hozzá a bizonyítékok, hettitákhoz, akiknek a királya, istene Nergál. Tehát ez, igen, hiszen ezzel ez csodálatos dolog. És akkor egy picit talán a pálosokról. Tehát ugye említetted, hogy Mansiknál, szibériai népeknél, uralaltáiaknál, norvégoknál talán fehér ruhás a télapó, és ugye nálunk is ezt azért gondolom köztudott, hogy az egyetlen magyar pálos szerzeteseknek fehér ruhája volt. Vagy szürke, kezdetben szürkés. Igen, ezüstöt akarták, mert hogy pont ez a szellemi napnak az a színe. De fehér ruhásokként, fehér csuhásokként ismerjük őket. És ugye bál az pál. Így van. Fény. Igen, a fényhez kapcsolódik. Mm-hmm. Egyébként érdekes, hogy páli nyelven, van ilyen nyelv, hogy páli igen. Nyelv. A pál, az két dolgot jelent, pálnak írják, fehéret és lelket. Tehát nem fehér lélek, hanem ezt a kettőt. Teljesen véletlenül természetesen. Nem is függ össze a kettő, ugye? Szerintem sem egyszerűen elválaszthatatlanok. Itt még lehetne folytatni. És annyira szerteágazó, hogy ugye fehér ruha, hogy a Quetzalcoatlől, virakocsa, kukulkán. Ezt hagyjuk majd egy következő alkalommal. Mindenki fehér. Tehát most itt igen. Ugye az Isten különböző korokban, különböző kultúrák által meg? Ismert neveit soroltad igen, most csak, föl. Csak hogy a megjelenési forma mindenhol fehér ruha. Igen, tehát véletlenül se higgyük azt, hogy például a maják valami tollas hüllőt tiszteltek Quetzalcoatlba, vagy Kukulkánba, aki ugyanaz, virakocsát a perui birodalomban. Hát erről temérdek leírás van, hogy bőrsarus, fehér ruhás tanító, aki a szeretetről prédikált, és szakállas, tehát Tiwanakuban egyébként ott van virakocsa szobra, szerzetesi ruhában, szakállal és egy könyvvel a kezében. 7:40 van, innentől kezdve, akinek van
üzenete számunkra, vagy kérdése, vagy bármilyen véleménye, megjegyzése, akkor azt mostantól szeretettel fogadjuk. Én még addig, még egy kicsit a könyveddel kapcsolatban, hogy még marad ez a téma, hogy ugye Nergál megjelenése az oroszlán, vagy attribútuma az oroszlán, ami úgy szintén egy érdekes jelkép, mert megjelenik a párosoknál is, megjelenik ugye... Ezt fejtsd ki egy picit, hát ha nem mindenki tudja, hogy hogy jelenik hát a szárnyos, meg a... A szárnyos oroszlán. Ugye, igen, ami egyébként zárójelbe bele sem megyek, Móricz anyagnál a Crespi kollekció, ugye, amit Dél-Amerikában, Tájosz barlangban talált Móricz János, az egyik legmeghökkentőbb lelet, amit Crespi atya ott lobogtat, a Cuencában, Szalézi Egyetemen, hogy Babilónia királya. Ezt mi úgy nevezzük jobb híján, hogy a szárnyas Nimrud szobor, mert ugye a szárnyas napkorong, tehát az, aki asztrológia alapfokon van, az már tudja, hogy a nap és az oroszlán, tehát az oroszlán jegy jele, vagy égi teste a nap. Nimruddal, igen. Nimruddal való összefüggés itt is bejön a képbe, hogy mennyire összetett ez a kép, hát hogy ez mi hogyan függ össze. Ugye? Sumér agyaktáblán, amit jegyzékként is beírtam, de mindjárt megkeresem, azt gondolom, az a legjobb. Az szerepel, hogy fehér lengatyás, tehát Nimród fia Nergál. Most itt a fiát hagyjuk, tehát ez soha nem ilyen ő szülte őt című dolog, nem, hanem ez aspektus jelképek, minőségek, így van. Azt mondja, Nergál napisten, a fogyó nap, a téli nap istene, az ősi magyar mitológia szerint az alsó világ ura, ezt tisztáztuk, hogy mi az alsó világ. Gyárfás Ágnes Vizek könyvében van, azt mondja, a Nergál Etelú pecséthenger Pritchard 699-es ábráján a magasság embere, hős Etelú Attila, egyébként, igen, aki a vizek nagy embere, Lugala, tehát itt, igen, most ugye sumér nyelven hát mondtuk. Badinyi professzor, igen, is ugyanezt fejtette. Aki lengatyás turáni hun kagán, eridu fénye, iker fia van, hungár magur. Vagynapos és pálos. Igen, ez így Nergál egyben. Hívják még Ménrót. Aktívak a barátaink. Nimród, Ningirsu, Nungál, Nergál. Van egy másik pecséthenger, az úgynevezett keresztelő pecséthenger a British Múzeumban. Ennek a képábrája, trónon ül An-isten, előtte An-fia Ningir, középen Isten helyettese Nergál, balszélen Babba, nő alak, sugárzó, csúcsos süvegben. No csak nem az egyisten megjelenési formáit írtuk most le. Mert hát az is tévhit, hogy több isten hit van. Hát ez igen. Azt felejtik el, igen, hogy ahhoz, hogy az emberek meg tudják bizonyos szinten fogni az isteneket, hogy kérni tudjanak tőle, régen mindenféle minőségben szétbontották. Hát, régen nem tudtak írni, olvasni az, igen, emberek, valahogy közvetíteni, szóval tudták, kellett hogy egy az a tudást. Isten, tudták, hogy egy az Isten, mindenki tudta, de ahhoz, hogy esőt kérjen, vagy szelet kérjen, vagy jó termés, neki kellett egy konkrét Isten, kézzelfogható Isten. Igen. Tehát az Istennek egy-egy jellemzőjét, tulajdonságát, minőség, funkcióját, jelenző, vagy nem tudom, hogy mondjam, szerepét, megnyilvánulását, igen, nevezték beszéltek el. Így van, tehát erről sajnos nem tudom, hogy melyik, nagyon régen olvastam egy Robert Graves regény lehetett, most nem vagyok benne biztos, egy fiatal egyiptomi papról, aki hát nagy beavatottá válik, és ő meg akarja reformálni, és azt mondja, hogy miért nem mondjuk már el az embereknek, hogy egy Isten van, nem pedig sok. És akkor mondják neki, hogy nyugi, le még fiatal vagy, ezek tanulatlan emberek, könnyítenünk kell nekik. Azért vannak a fokozatok. Tehát majd aki ébredezik, majd az meg fogja tudni, hogy itt egy Istenről beszélünk mi is, de hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy az egyiptomi halottak könyve, ezt szívem szerint felolvasnám az Aranyasszonyból, hogy nemhogy a János evangéliuma,
tehát nem, hogy az Ószövetség azt meghaladja, és ott egyértelműen meg is keresem, addig beszélj, én meg szépen megkeresgetem, nem tudom, hogy hol van valahol, közben beszélgessünk, mert ezt fel kell olvasni, ide csatlakozik a tévhitekhez, hogy mennyire egy hát Isten igen, volt. Régen minden ember tudta, mert nem voltak még régen annyira lebutítva az emberek, szóval még a legkisebb ember is tudta, vagy nem tudom, olyan még a földművesek is tudták, hogy egy az Isten, csak neki kellett egy olyan, akit meg tud fogni és konkrétan imádkozni. Ez utána következett be, hogy fokozatosan az embereket annyira elkezdték elfelejteni, vagy lebutítani, ugye, hogyha más volt már a hatalom, mármint ugye a hatalom mások megvan. Kezében volt. Ha meg kellett találni, akkor mondom, meg fogom találni. És hát minősítették az isteneket, teljesen más. Például a Nergált. Átpolarizálták igen. Egyébként. Amikor jöttek az akkádok, Nergából igen. A pokol istene lett, a világ volt. De szóval... mi lett a kígyóból, könyörgöm? És mi lett Istenből? Tehát egészen a közel múltig, ugye, amíg Esdrásék nem kezdték el összeszerkezgetni az úgymond ószövetségiratokat, hívjuk most így, ami Krisztus előtt olyan 500 körül csúcsosodott ki, hát és ugye tudjuk, hogy hova nyúltak, egész konkrétan átpolarizálták. Mi lett a kígyóból? Egy borzalom, akit el kéne igen. Taposni. Holott mi a kígyó? A tudás. A DNS átalakulásból, a dupla helixnél, ugye, Ezt mondja Nergál, hogy a DNS-nél a legnagyobb misztérium az átalakulás. Amikor, tehát ott mi történt a tudás és az élet fájánál? Ugye azért egy kis katyvasz volt ott. Nem kicsi, hiszen a maga a sólyom az Édenben, ami nem a Földön van. Igen. Nem és a sólyom vezette volt. Őket oda, hogy egyenek belőle. Ott úgymond emberré lett, bezárult a téridő, történt egy kis degeneráció, elvesztettünk dolgokat, és ez az örömhír, hogy emberek, van visszaút, kígyó. Sőt. A nagatudás, a misztériummal vissza tudsz alakulni konkrétan, testileg, DNS-ileg is lekövethetően, átlényegülsz, más leszel. Tehát ez egyébként az ősi tudás, ez a titok, ez a kígyó. Ezt most csak tényleg arra mondtam, hogy akkor kezdték el átpontozni, és ami jó volt, az lett rossz, és ami fényes nap volt, minden. Az lett, és a pokol, és nem tudom, ami vezetett ide, erre a csodálatos Coca-Cola télapóhoz, hogy ma egy igen. Elhízott, egyébként hála Istennek, kedves, pufi, tehát a kedvessége legalább megmaradt a télapónak, de hát egyébként én azt mondom, hogy igyekezzen, minden anyuka elsősorban meghagyni a gyereket abban az örömben. Tehát igen, nálunk jó. Nagyon csodálatosak voltak egyébként a télapó ünnepek. Én esküszöm, jobban élveztem, mint az egyéb ünnepeket, komolyan, mert még, és még ez a mai napig, hála Istennek, hozza a misztériumot. És akkor én valamelyik nap olvasom az interneten, hogy egy nagyon felvilágosult, modern anyuka milyen örömmel beszámol, hogy hála a jó Istennek, az ő óvijukba már nem jön a télapó. Mondtam, hát sajnálom a gyerekedet, nagyon sajnálom, hogy mit vesztek el tőle, és jobb lenne nem elvenni nem nagy nem. Modernül, igen, a gyerekek hanem tőle. Nekünk is átlényegülni, és netán akkor... egyszer csak mi is találkoznánk azzal a fehér ruhás, belső földi jó emberrel, aki egy nagy jelkép, akik jönnek hozzánk, ajándékot hoznak, jóságról beszélnek. A szeretetet hoznak. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. És a másik, valamelyik nap, tegnap beszéltem egy nagyon kedves barátnőmmel, nem kérdeztem meg tőle, hogy megemlíthetem-e a nevét, most itt tipródom, hogy mondjam, vagy nem mondjam, hogy miről fogunk ma beszélni, és egy nagyon-nagyon csodálatos dolgot mondott, ami, hogy ennek kapcsán, hogy a belső föld, ugye a Hermes Trismegistos nagy törvénye, hogy amint a mikrokozmosz, úgy a makrokozmosz, amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent. Tehát, hogyha most elkezdünk elvonatkoztatni, hogy ha
mi is egy kis föld vagyunk, olyan vagyunk, mint egy bolygórendszer, a sejtjeinkkel, belső napunkkal, stb. Hogy vagyunk a felszínen valamilyennek, és van-e kapcsolata ennek a felszíni részünknek a mi belső földi lakónkkal, aki azon a szíven keresztül, hány napunkon keresztül, itt a napok vannak, a szolár plexusok vannak összekötve talán egy tengelyre. Tehát, hogy előbb, hogy bárhova elinduljunk, ugye ezzel a belső télapunkkal, belső lényünkkel, belső földi valóságunkkal, a belső gyermekkel kellene összekapcsolódni, és egy teljesen egyszerű télapó, egyszerűnek tűnő télapó ünnepen, akár ma este, én azt gondolom, nagyon áldott pillanat erre, akár mint Éva leülni a tükör elé, és megismerni önmagunkat, ki az a bennünk lakó valóság, aki ki szeretne már jönni, és itt a sok csillogás, meg ilyen-olyan, mint ott a Coca-Cola ruha, tehát tényleg ki vagyok én, kivel van nekem kapcsolatom, személy szerint, magammal, az én egyéb világokban lakó részünkkel, hiszen mi is nem csak itt lakunk, hanem ha akarunk, több világban tudunk egyszerre amit az álmainkon keresztül létezni. Be is lépünk. Nehéz, hogy az ember önmaga tudjon lenni minden sallang nélkül, mert a társadalom... Ehhez kell a legnagyobb erő, ehhez kell a legnagyobb bátorság egyébként. Igen. És a társadalom ugye egy nagyon gyerekkor óta folyamatosan nem így kell lenni, vagy nem jól nézel ki, vagy nem tudsz rajzolni. Igen, folyamatosan megy ez, és hogy ezeket mind elhagyni, lebontani, és hogy tényleg megvalósítsd, nagyon nehéz. Mi már csak tudjuk, mert szerintem már dolgozunk rajta, legalábbis én dolgozom már rajta egy ideje, és még mindig azt mondom, hogy még mindig kell, még mindig ott van, hogy mindig kell, igen. Folyamatosan, ez egy folyamatos munka. Még mindig találok olyat, amiben belebotlok, még mindig visszaköszön, hogy és ez, azt hittem, hogy már rég már túl rég vagyok. Megszabadultál tőle, és nem. Halljuk azt a halottak igen, könyét, ezt a halott, ez egy csodálatos, igen. Szerintem a nézőket is érdekli. Reméljük. Minket legalábbis nagyon érdekel. Tehát ez az egyiptomi halottak könyvéből van egy nagyon-nagyon pici idézet. Egy voltam, és lettem három. Atom rapta. Három egyben. Isten az egyetlen és egyedüli, senki és semmi más nem létezik mellette, Isten az egyetlen, az egy, aki mindent megalkotott. Isten a lélek, a lelkek lelke, az isteni lélek. Isten a kezdetből van, és kezdettől fogva létezik. Isten minden más létező előtt létezett. Isten az igazság, és Isten arra alapozta meg a földet. Isten életet ad férfinek és nőnek azáltal, hogy az életet leheli orjukaikba. Isten teremt, de őt soha nem teremtették. Isten állandó, nem növekszik, nem csökken. Isten a teremtője mindannak, ami ebben a világban van, és ami volt, és ami lesz. Isten nem elme, hanem az elme oka. Isten nem szellem, hanem a szellem oka. Isten nem fény, hanem a fény oka. A napkorong az ő szimbóluma. Pontosan. Hú! Hát ez egy nagyon erős. Ő az ok nélküli ok. Ok nélküli ok. Én csak egyet szeretnék kérdezni, és nem kell itt megválaszolni. Tehát ezt az Istent, vajon miért kellett Jávéra lecserélni? Mi volt vele a baj? Hogy lehetett azt a hazugságot elültetni, hogy itt ilyen pogány, nem tudom én, tudatlan kultúrák voltak, és végre valahára Jáve kinyilatkozta már magát, most és mint tudom. Egy istenként. Tehát komolyan mondom, itt van, ezt mondom minden előadáson. Nem az a baj, hogy nem juthatunk hozzá a tudáshoz, a valósághoz. Itt van az orrunk előtt, minden kézzel fogható. Hogy állhatott elő az az állapot, ami ma előáll, hogy bűn,
megkérdőjelezni, hogy Isten miért atya? Hol van Isten atya? Hol van Isten anya? A mai keresztény vallásból. Most feltettél egy olyan kérdést, amire nem is biztos, hogy válaszolhatunk. Mert nem is fogunk válaszolni, mert mindenki válaszolja meg saját magának. Mert annyira összetett, tudnánk rá válaszolni, csak annyira összetett ez a válaszadás, hogy itt biztos, hogy nagyon sok mindenkinek... Nem, én tényleg azt mondom, tehát én sokáig itt finoman kerülgettem a forró kását, én azt mondtam, vége. Tehát itt, főleg az őstörténeti kutatásokban én eljutottam egy olyan pontra, hogy elegem van, hogy itt már mindent el lehet hitetni. Itt akkor a ködösítés van, és csak át kéne dugni a kezünket, az orrunkat a ködön, és ott van minden. Ez most áll Tivanakura, ez áll mindenre. Tehát hogy lehet azt bemagyarázni, hogy nem volt egy lélek Isten, és hát kellett már végre? Hát ez itt az erőről szól, ha valakik nem tudnák, hogy itt minden az erőről szól, mint a Matrixban, ahol a gépek ugye csak azért mondjuk tenyésztik az embereket, hogy belőlük energiát nyerjenek. Itt is az energiáról, az erőről van szó, mert ha úgy vesszük mindegyik szellemi lény, bizony, amit létrehozunk, ugye azzal működik, hogy tápláljuk, de azt úgy lehet táplálni. A hitrendszer, a hit energiája táplálja és tartja és életben ezeket a... Igen. Akkor válaszoljuk meg ezt a kérdést. A vallások kreált isteneit. Igen. Azért akkor most megválaszoljuk ezt a kérdést, ami most biztos, hogy sokaknak nem biztos, hogy tetszeni fog, de ez a lényeg, hát de hogy nem azt az a szellemi lényt azzal tudják a legjobban táplálni, hogy minél többen imádkoznak hozzá, ezért lett bevezetve, mondjuk ez egy... Én tudom, hogy Jávénak ez volt a célja, és a mai napig mindig azt mondom, úgy mondjuk is, hogy jó a marketingje, tehát elég jól értékesítik és adják el, igen, és a magyaroknak egyébként meggyőződésem, hogy a tipródása és az igazi úgymond turániátok, az egy szellemi, amikor Jáve alá kellett, hogy berendeződjünk, elhagyva Istenanyát és az ős hitünket, az ős erőnket. Hát ez is egy útja. Ez a probléma. Tehát itt magyarázhat mindenki bármit, hogy miért volt erre szükség. Ezt a magyarok, ez senki, de a magyarok meg különösképpen nem engedhetik meg maguknak, hogy egy kozmikus, magasságos magyar létet, ami egy kozmikusság, tehát nem pedig, most jó, ne kezdjünk ebbe az újabb témakörbe, hogy mi a magyarság. Igen, meg az átkot is tehát nem. Mert már az sem él már. Persze, hogy nem él, korban, nagyon igen. Sokan firtatják, hogy az mi, az nincs. Én azért mondtam, hogy ha valami lenne, tehát bocsánat, hogy nem jól szólt használom, de ha net, akkor ez lenne az a, hát ez a nagyon-nagyon rossz lépés, amit megléptünk, tehát a magyaroknak, hát nem lett volna szabad bemasírozni ebbe a fals erőtérbe, ebbe a fals vallásba, hátrahagyva a valóságos, teljes és osztatlan istenünket. Mondjuk és úgy, hogy lehet, hogy az egyik út volt az életben maradáshoz, szükséges, rossz. Jó, már nem tudunk belemenni, történelem. Magyarázzák igen. Így, meg magyarázzák úgy, én ezt mondjuk nem nagyon fogadom el, mert ami valóban és valóban erős nép és nemzetként jöttünk, ugye ide ugyan miért lettünk volna erre rászorulva, tehát ezt szerintem máshol keressük. Lényeg az, hogy nem jártunk vele túl jól, mint a melléket tábra mutatja meg a mai helyzet. A legnagyobb ébredésnek a szellemi szinten tisztálásunk, na de ne akarjunk túl sokat. Elégedjünk meg azzal, hogy ma a télapó napon mindenki végre megtalálja azt a gyermeki, tiszta, belső lényét, a saját belső világát, és az akkora erő lesz, hogy ki fog tisztulni. Tehát amikor Krisztus azt mondja, hogy vakok és süketek, azt higgyük el, hogy tényleg azok vagyunk. Tehát ennek a fals és egypólusba forgó, irányított erőtérnek, amit Jahve generál, ott az tényleg mérhető sötétségként ül rajtunk. De ebből ki lehet menni ezzel az energiával, ezzel a megszületéssel, ezzel a belső valóságos megszületésünkkel. Úgyhogy én csak télapó ajándékként ezt szeretném minél többünknek kívánni, még boldogabb, áldottabb kapcsolatot a belső lényünkkel. Hát de még én nem szeretett, hogyha van mondani. Nem, valód. Én örülök neki, hogy végén hallottunk tőled egy hosszabb kifejtést. Miről? Hát, hogy tényleg.
véleményedet a könyvvel kapcsolatban, a belső föld. Igen. Mindennel. Lehet, hogy egy kicsit energiával teli volt, de talán ez nem baj. Hát most többet kaptak belőled a nézők. Itt most nem akartunk viselkedésben annyira megfelelni, inkább hagytuk az erőt, ezt a feltörő erőt működni. Úgyhogy szeretnél-e még valamit? Én nem csak az, hogy van-e egyáltalán kérdése, van hát telefonálunk. Nincs. Nem kérdezett tőlünk senki semmit, úgyhogy ettől függetlenül köszönjük, hogyha velünk voltak. Szépen. Nagyon áldott adventi napokat kívánunk, nagyon sok tipródós elmélkedéssel, mert én egyet nem szeretnék megspórolni senkitől, a saját vajudását, tehát megszülni, az vajudással jár. Milyen csodálatos dolog, úgyhogy szüljük meg magunkat, szülessünk újjá, és tudjunk ajándékozni, legyen ez a példa Krisztusi és az igazi télapói fehér ruhás, belső földi küldött jelleme, iránymutató, hogy legalább most, ha eddig az év eddigi napjain nem sikerült átalakulnunk, akkor még ha eleinte erőt is kell venni magunkon, tudatosan próbáljunk meg most másként viselkedni minden nap az embertársainkkal, a családainkkal, a gyerekeinkkel, és figyeljük az ünnepek alatt a gyerekeinket, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak nekünk tanítani, ők jóval többet tudnak, ám mindenről, még a télapóról is, mint mi. Tudnának mesélni. Úgyhogy hallgassuk inkább a gyerekeink meséjét, ne is mi meséljünk nekik. És az ajándékozás. Vagy ha mi meséljünk, utána hagyjuk őket is mesélni. És az ajándékozás legyen a fő téma, vagy ne úgy, ahogy súlykoljunk. És nagyon-nagyon jó lenne valóban, hogyha a lelkiség kerülne az előtérbe, és az előtérbe ezen a karácsonyon, tehát ne utánozzuk a világ őrületét. Mondjuk a gazdasági helyzet gondoskodik arról, hogy mi annyira itt Magyarországon nem tudunk vásárlási őrületben tobzódni, de aki nem tud, ne legyen egy pillanatig se lelkiismeret furdalása, annál jobban fog gondolkodni, hogy mit tud adni egyéb dolgokat. Lelki dolgokat, odafigyelést, adja oda saját magát, az idejét, a szeretetét egy bejglibe, egy süteménybe, egy egyszerű karácsonyi levesbe, a szomszéd felé, bárki felé. Ez a legtöbb, amit lehet adni, gondolom. Szerintem is. Egy kedves mosoly. Tehát tényleg apróságok, ebből áll az élet. Tiszteljük meg egymást, hogy emberek vagyunk. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük hogy szépen velünk voltak, és valószínűleg folytatjuk még. Legközelebb januárban leszünk mi itt a Lélek TV-ben. Nagyon-nagyon áldott ünnepeket kívánunk. Fénnyel teli, boldogsággal, Istennel teli ünnepeket. Áldott ünnepeket, igen. Áldásul legyen.